A helyszínen van kolléganőm, Vojvodics Ágnes. Az említett témakörökben mi mindenről tanácskoztak az egybegyűltek a mai nap folyamán? Köszöntöm a híradó nézőit, innen Kopaunikról, a jubiláris 25. gazdasági fórumról. Kint ugyan javában tart a síszezon, és most este is még síelnek, itt bent a Grand Hotelben azonban reggeltől késő estig tart a munka. A gazdasági fórum mintegy 1000 résztvevője arra a kérdésre keresi a választ, hogy a fiskális konszolidáció után hogyan, milyen gazdasági intézkedésekkel lehet elérni a fenntartható növekedést, illetve a fejlődést. A 4 naposra bővült értekezleten itt vannak a jelentős közgazdászok, szakemberek, az üzletemberek, a külföldi beruházók, és természetesen itt vannak a kormány képviselői, a fiskális tanács tagjai, és a külföldi pénzintézmények, a Nemzetközi Valuta Alap, meg a Világbank képviselői is. A kormányelnököt szerdára várják. Most nézzük a mai napról készült összefoglalót. A gazdasági fórum mintegy 1000 résztvevőjét Alekszandar Vlahovics, a szervezőbizottság és a Szerbiai Közgazdászok Szövetségének elnöke köszöntötte. Emlékeztetett a kezdetre, 25 évvel ezelőtt az első összejövetel az Avramovics féle stabilizációs programmal esett egybe. Akkortól mostanáig országunk belpolitikája ellentmondásos volt, ellentétben a közgazdászok véleményével, amely mindig egyértelmű. Gyors gazdasági tranzícióra van szükség, ami a megfelelő intézmények kialakítását feltételezi. Továbbá gyors privatizációra, a közvállalatok szerkezeti átalakítására és a közszféra reformjára. Dusan Vujovic pénzügyminiszter azt emelte ki, hogy 10 év után, 2017-ben először sikerült fiskális többletet elérni. Jó úton haladunk, ahogy a politikusok mondanák, most csak ki kell tartani. Jelentősnek tartja a szerbiai gazdaság eredményeit a Nemzetközi Valuta Alap szerbiai irodájának vezetője. Elmondta, hogy az eredményt súlyos intézkedések hozták meg. Makrogazdasági szempontból Szerbia gazdasága stabil. 2018-ra 3%-os növekedést jelzünk. Ez óriási előrehaladás és jó alapja a további reformoknak. Az adósság csökkentését célzó adópolitikának hatása van a beruházásokra, mondja a költségvetési tanács elnöke. A következő dolog, ami miatt úgy gondoljuk, hogy a mostani monetáris politika lehetséges, illetve hasznos, és amit a fiskális szabályokba bele kellene foglalni, az az, hogy a keresetek és a nyugdíjak összege ne haladja meg a hazai össztermék 11%-át. A 4 napos fórumon a résztvevők a plenáris ülések mellett 22 panelbeszélgetésen vitatják meg a legégetőbb gazdasági kérdéseket.